Bár gondolom, aki követi ezt a csatornát, az hozzászokott ahhoz, hogy amit hall itt, az nem egy egyszerű dolog, és sokszor az embernek rosszul esik. De azt kell, hogy mondjam, ennyi idő után, oly sok emberrel beszélve, meg úgy általában kapcsolatban lenni ennyi emberre, hallani ennyi sok véleményt, én úgy gondolom még most is, hogy a kezdetektől fogva, amit hallhattatok ezeken a csatornákon, az mind a mai napig úgy van. Én hálát adok az atyának azért, hogy ezeket megmutatta nekem. És természetesen Jahuája a dicsőség. Aláírom, hogy lehetne fogalmazni másképp esetenként, vagy úgy általában. De az igazság így is, úgy is fájni fog. Szerintem mindenkinek csak egyszerűbb lenne, ha hozzászokna ehhez. Vagy megpróbálna megérteni azt, hogy amiről már többször is szó volt. Túllépni azon, hogy mi az, amit érzek, mi az én véleményem erről az egészről, és a tényeket nézni, és semmi mással nem foglalkozni. És hogy mi az, amit én tanulhatok ebből, hogyan tudok változni, közelebb kerülni ahhoz az úthoz, ami elvezet a végén az atyához, illetve a másiákhoz. Ha valaki nem ezt az utat járja, akkor remélhetőleg azon túl tud lépni, hogy itt ezen a szemüvegen keresztül vizsgáljuk a dolgokat. Ha nem, igazából annyira az se zavar, de persze nagyszerű lenne, hogyha mindenki megértené. A helyzet viszont az, és szerintem ez megint csak egy olyan téma lesz, ami fájó lesz sok ember számára. Ez nem változtat az igazságon. És hogyha mindenki túllép majd azon, hogy ez egy fájó ügy, akkor meg fogja érteni, hogy ez van. És körülnéz, maga körül, akkor látni fogja, hogy sajnos a helyzet az, amit el fogok mondani. Mindenféle formában és minden oldalról a társadalom manipulálva van. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy amit gondolt eddig, meg amit gondoltunk mindannyian, annak minden egyes részlete hazugság volt, és továbbra is az. Sőt, ahogy az idő előre halad, én szerintem egyre távolabb kerülünk a valóságtól. Az, amit az emberek vélnek a legtöbben, az egyre távolabb csúszik a valóságtól. És ezt néha nehéz felfogni, mekkora szakadék aközt, amit gondolunk, vagy amit az ember szeretne gondolni, hiszen azért mégis benne élünk a valóságban, és benne élünk az emberek között, vagyis a világban, és a valóság. Hogy mekkora a szakadék aközt, ahol amit így szeretnénk gondolni, vagy amit a világ sugal, és ami a valóság valójában. És szerintem ez túlságosan nagy, ez a szakadék a legtöbb ember számára. És ezek az emberek, akik manipulálják a világot a különböző csatornákon keresztül, úgy, mint főképp, mint egyébként a szórakoztatóipar, azt kell, hogy mondjam, természetesen az oktatás, a politika, a tudomány. Egyszerűen félelmetes, hogy mennyivel előttünk járnak, és mennyivel jobban ismerik az embert, mint az ember maga, saját magát, vagy úgy általában egy ember, ahogy ismeri magát. Persze a legtöbb ember bele sem megy, mert úgy van vele, hogy mit érdekel az engem, de akik manipulálják ezt a világot, azok nyilván az ellenség vezetésével, de akkor is egyszerűen hihetetlen, hogy mennyivel előttünk járnak. Ennek egy ékes bizonyítéka egyébként a Golden Globe díját adó, amiről most szó lesz, úgyhogy nézzük meg ezt a rövid videót. Annyi van tényleg, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy hol kezdjem, vagy melyikkel kezdjem, de nézzük meg ezt az idióta csapatot. Aki nem látta még ezeket a bohócokat, ez a The View, ahol öt nő próbál beszélni dolgokról, így a hírekről. Ilyen heti-hetes forma egyébként. Borzasztó színvonalon van. Na mindegy, nézzük meg ezt az idiótát. Acted, she's directed, she had a co-show. She started her own damn network, for God's sake. Oké. Most ez a bohóc arról beszél, hogy Oprah
Ugye a lényeg, amire ki fogunk térni, az majd Oprah-nak a beszéde a Golden Globe-on, de egyébként a Golden Globe, azt hiszem Golden Globe vagy Grammy, de nem Golden Globe-ot. Oprah beszéde a Golden Globe-on. Hogy, és most akarom előre bocsátani azt, amiről szó van. A feminizmus az, amiről szó lesz egyébként az női egyenjogúság, és úgy általában a nők helyzete a világban. Erről többször volt szó, de úgy gondoltam, hogy most ezúttal kivégzem ezt az egész dolgot. Az úgy gondolom, hogy maga a feminizmus és a női egyenjogúsági mozgalom és úgy általánosságában a nők a világban lerombolták az egész világot. Ez a helyzet. És én tudom, hogy ezt fájó a legtöbb ember számára, aki az írás szempontjából közelíti meg, és abból a nézőpontból, amit a teremtő meghatározott a férfiak és a nőnek, annak meg kell értenie, hogy ez a mozgalom kudarcra van ítélve. Tetszik vagy sem, ez a mozgalom kudarcra van ítélve, viszont a világban ez teljes mértékben tönkre teszi, tönkre tette, és a jövőben le fogja rombolni a világot. Ugyanis lehetetlenné fogja tenni az együttműködést, mivel ez az egész teljesen 180 fokban ellentétben van azzal, amit a teremtő meghatározott, mint rend. Kudarcra van ítélve, sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam. Viszont a világban sikeres lesz, sőt sikeres. Ezért ez az eredményezi, hogy a természet, a teremtő rendje megbomlott, és ezt mindenki tapasztalja a saját bőrén egyébként. Férfi, nő, teljesen mindegy, mindenki tudja, hogy miről beszélek. Mivel megbomlott ez az egyensúly, és egyre távolabb kerülünk onnan, ahol lennünk kellene. Én szerintem, ha egy okot kellene meghatározni, hogy miért dől romba a társadalom hamarosan, meg miért úgy általánosságban miért tartunk itt, akkor az ez. A feminizmus, a női egyenjogúság és úgy általában a nő működése a teremtő által meghatározott szerepén kívül. Ezért mondtam az elején, hogy mindenki készüljön fel. Lehet ezen nem egyetérteni természetesen, azonban én biztos vagyok benne, hogyha elkezd mindenki gondolkodni erőteljesen magába, hogy mi a legsúlyosabb probléma a világon ma, akkor nem fog ennél súlyosabbat találni. Lerombolja a családot, tönkreteszi a nőt és a férfit, és utána a gyereket, és ezáltal az egész társadalmat. Minden más másodlagos ehhez képest. Az összes többi hazugság. A kezdetektől fogva a helyzet az, hogy az ellenség a kezdetektől fogva tudta, hogy amennyiben sikerül a férfit kimozdítani abból a szerepből, amiben funkcionálnia kellene, és a nőt, onnantól kezdve a társadalom halálra van ítélve. De nem csak a társadalom úgy, mint egy ország, vagy mondjuk Nyugat-Európa, hanem az egész világ. És ahogyan ez terjed, ez a mozgalom, mint a futótűz a világon a nők körében, úgy a problémák sokasodnak. Persze mindenki mondhatja, hogy más problémák is vannak, mint ahogy vannak, de azt ne felejtse el senki, hogy Jelenések könyvében, mikor a Mássiák figyelmezteti a hét gyülekezetet, Jézabel az egyik probléma. És az a szellemiség, ami a nőket irányítja ma, a nők többségét, az pontosan az. Jézabel nem a paráznaságról szól csak. Természetesen arról is, elsősorban nem arról szól. Az egy másodlagos probléma. Az elsődleges probléma, persze az kétségtelen, hogy ez a viselkedés, ez egy hatalmas gond, de az elsődleges probléma az, a legtöbb nővel lehetetlen együttműködni, mivel nem abban a szerepben működik, nem azt a funkciót tölti be, amit neki szánt a teremtő. És én tudom, hogy ez a legtöbb nőnek fájdalmas dolog, ha ezt hallani, biztos vagyok benne, hogy ez nem fog változtatni a helyzeten, hogy ez így van. Mindaddig, amíg ez lesz, és ez egyre rosszabb lesz csak, ez a helyzet nem fog javulni. Ez egyre csak rosszabb, ez csak romlik és romlik folyamatosan napról napra. És egy-egy ilyen Golden Globe, Grammy, Oscar kombó
a helyzetet szerintem hatványozottan rontja. Hiszen azok az emberek, akik ezt nézik, akik felnéznek ezekre a nőkre és férfiakra, azok úgy gondolják, hogy ez a megfelelő viselkedés, és ez az út, amit ők képviselnek, ez az, amit nekünk is képviselnünk kell, és így ezt a mintát fogják követni. Amit a világ mond, az mindig rossz, az mindig hazugság. Hogy ne, mi a nehéz ebben, ez nem megy a fejembe csak. Amit a világ képvisel, az mindig rossz. Soha nem lehet jó. A világ ellentéte annak, amit a teremtő akar tőlünk. Aki egyetért ezzel, bármelyik részével is, ami jön a világból, az rossz úton jár. Aki azt hiszi, hogy jó úton jár, vagy aki azt hiszi, hogy érti az egészet, szerintem a legtöbbje azoknak is rossz úton jár. A kérdésnek mindig ott kellene lenni, hogy ó, én értem, én vágom, én biztos, hogy jól értem azt, amit gondolok a világról. De ez, nem tudom, hogy mennyi emberben van meg ez az állandó visszacsatolás, hogy én jól értelmezem a dolgokat. De úgy tűnik, gondolom mindenkinek úgy tűnik, hogy a legtöbb emberben nincs ez meg. A legtöbb nő viselkedése az katasztrofális következményekkel jár és járt. És én úgy gondolom, hogy természetes az, hogy a férfinak is vállalni kell a felelősséget, de hogyha mindenki belegondol ebbe az egészbe, hogy hogyan alakult, persze hát ahhoz, hogy belegondoljon valaki, ahhoz ismernie kell a történelmet legalább alapszinten, ami általában hiányzik, de a támadás az a férfin van, és mindig is azon volt. Hiszen hogyha a legerősebb láncszemet ki lehet iktatni, akkor onnantól kezdve a dolog egyszerű. Azzal, hogy a munkahelyek megszűntek, pontosan azok a munkahelyek, amit általában egy férfi végzett, ugye, amihez fizikai erő kellett, ami fizikai munka volt, vagy amik úgy tradicionálisan férfi munkakörök voltak, úgy a termelés, mint mondjuk a mezőgazdaság, ipar, ezek mind. Azzal, hogy ezek megszűntek, és lehetetlenné vált az, hogy egy férfi eltartsa a családját, a nőt be kellett vonni utána a munkába, így a gyereket az iskolába, az egész családot lerombolták. Ezután a következő lépés az volt, hogy a nőből férfit csináltak, a férfiból nőt, és így odajutott a társadalom, amit mindenki lát maga körül. Az, hogyha valaki különösen, nem is az, hogy valaki, az, hogy egy nő úgy viselkedik, mint egy férfi, úgy éli az életét, az egy pozitív dolog a világban. Úgyhogy sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, ez a helyzet. A női egyenjogúság tönkretette az egész társadalma. Én nem arról beszélek, hogy a nőnek egy rabszolgának kellene lenni. Gondolom érti mindenki. Legalábbis aki ismeri ezeket a videókat, csak kiderült neki már a 800 videóban, hogy mi az én elképzelésem egy férfinő kapcsolatról, meg úgy általában a funkciójáról a férfinak és a nőnek. De azt is hozzáteszem, hogy ennyi idő után, ennyi férfival és nővel kapcsolatban, amennyivel én voltam, hallgatván azt, ahogyan viselkednek, ahogyan beszélnek, azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb nőnek fogalma nincsen róla, hogy neki mi a szerepe a társadalomban. A férfinak sincs, de az egy más jellegű probléma. Az egy más jellegű probléma. A férfi gyakorlatilag nővé vált, legalábbis én így tapasztalom, ahogy érintkezem az emberekkel. A nő viszont teljesen ki van fordulva magából, és ez ide vezet, ahol most vagyunk. Nézzük ezt az idiótát tovább. Something that even Trump hasn't been able to do. So what's the next step? Run the world. Érthető? Ezek az idióták akarják a világot irányítani. A világ már, és még mindig nem vesz észre, hogy lefelé megyünk, hogy vége van, hogy az egész tulajdonképpen befellegzett nekünk. Arról beszél, hogy ő Oprah fogja majd a világot, hogy a nők irányítják majd a világot. Ő erről beszél. Ezek az emberek, Jézabel
szellemének irányítása alatt idáig jutottak, hogy ők ilyen képzeteik vannak, hogy ők fogják majd a világot irányítani, hogy az egy pozitív dolog lenne, ha a világot érzelmek alapján irányítanánk. Egy másik beszélgetést hallgattam, ahol szintén ez a probléma merült fel, feminizmus, stb. Ez egy más jellegű, az egy konferencia volt, ha nem felejtem el, megmutatom majd. Ott azt mondta a nő, az érzelmeket figyelembe kellene vennünk a döntéshozásban. És ezek az emberek akarják a világot irányítani, sőt, hát ők irányítják gyakorlatilag. Nézzük meg még egyszer. But that even Trump hasn't been able to do. So what's the next step? Run the world. I gotta tell you. Next step. Run the world. I gotta tell you. Hogy irányítsuk a világot. Egyszerűen elképesztő. És minél többet nézem, annál egyértelműbbé válik számomra, hogy ezek az emberek valójában egy spirituális erő irányítása alatt állnak, amit terjesztenek egymásra azzal, hogy ezeket a tartalmakat megosztják, és ezeket a tartalmakat nézik. És ez elterjed az emberek között, és egyet értenek vele. Mert persze jól hangzik, ez a legnagyobb probléma. Az a legnagyobb probléma, hogy jól hangzik első nekifutásra az, hogy egyenjogúság, vagy védjük meg a világot, vagy mentsük meg a mit tudom én miket, meg a harmadik dolog. A helyzet az, hogy legalább az a pár ember, aki követi ezeket a videókat, az megérthetné, hogy amennyiben a véleményünket nem szűrjük át az írásokon, az idézőjelben úgymond Biblián és azon, ami Jahua akarata, ha nem szűrjük át ezen, akkor rossz úton járunk. Teljesen mindegy, hogy mi az, amit a világ gondol, hogy mennyire jól hangzik. Nekünk az első dolgunk az lenne, hogy mi az, amit erről, ezzel kapcsolatban ki tudok deríteni a teremtő szavából. Mi az, amit ő mond erről a dologról? Mi az, amit ő gondolna arról, mikor az a nő azt mondja, hogy run the world, azaz, hát nem is tudom, hogy irányítani a világot, hogy a nők irányítsák a világot. Mi az, amit a teremtő gondol? Az mindegy, hogy én mit gondolok, vagy hogy én mit érzek belül, vagy hogy én mit gondolok az én viselkedésemről, vagy hogy én kiállok magamért, vagy hogy én megmondom a magamért, vagy hogy én igenis nem hagyom ezt, vagy azt, vagy amazt. Annak nincs jelentősége. Visszamegyek oda, ahol erre vonatkozóan ő beszélt, és megpróbálom megnézni, hogy mi az, amit ő tanácsol ebben az esetben. Vajon mit gondolna ő arról, amit ez a félkegyelmű mond, arról, hogy a nők irányítják majd a világot? Mi az, amit a teremtő írt erről számunkra? Arról nem beszélve most, hogy ő játssza ezt a szerepet, vagy nem, azt nem tudom. Ha valaki azt gondolja, hogy Oprah, vagy akármelyik sztár ezek közül egy valós karakter, akkor az nem érti a világot. Ezek az emberek, nem azt mondom, hogy nem létezik Oprah, természetesen tudom, hogy létezik, azt mondom, hogy a karakter nem létezik úgy, mint Oprah. Az egész, hogy nem egy valóságos személy, így értem. Ez egy koreográfia, amit ők kitalálnak számunkra, és vezetik végig a karaktereket egy fejlődési folyamaton, és mindenkit, aki követi azt a karaktert, vezetnek abba az irányba, amerre megy az a karakter. Ezért találják ki a meséket, hogy minden korosztálynak meglegyen a mintája, ami alapján majd őt tudják manipulálni és vezetni végig. Oprah, meg ezek a többi idióta, akit meg fogunk nézni most, ez ezt a célt szolgálja. Hogy minta legyen, viselkedési minta legyen annak, aki őt követi. Úgyhogy ezek a nők, akikről itt szó lesz, és akik, ez mind viselkedési mintát ad egy nőnek. A probléma az, hogy ennek nincsen semmiféle létjogosultsága az írások alapján. Nulla, zéro annak, amiről ők beszélnek. Bárki, aki azon kapja magát, hogy akárcsak a legkisebb mértékben is egyetért ezzel, annak sürgősen el kell gondolkoznia azon, hogy melyik úton akar tovább indulni, vagy hogy egyáltalán milyen úton jár. Ez a nagy helyzet. És ezek a bohócok azután ennek örülnek. És ez az, ahogyan terjed Jézabel egyik emberről a másikra. Az internet ezt csak felgyorsította. Meg az a,
az a milliónyi néző, aki például végighallgatta azt, amit Jeanne Monet mond a Grammy-n, én biztos vagyok benne, hogy a 95%-a egyetért a nőknek azzal, amit ő mond. Pedig nem is lehetne távolabb attól, amit neki mondania kellene. De nézzük meg, hogy mi is az, amit mond. And to those who would dare try and silence us, we offer you two words. Ugye arról beszél, akik megpróbálnak minket elhallgattatni. Time's up. Azoknak két szót ajánlunk, és az pedig az, hogy az idő lejárt, ugye time's up. Time's up egyébként egy hashtag mozgalom a Twitteren, vagy minden social médián egyébként, úgy mint kettős kereszt time's up, vagy kettős kereszt me too. Ezek mind a kettő feminista mozgalmak tulajdonképpen. Azért viselt egyébként majdnem több mint a fele egyébként az embereknek szerintem, akit én láttam, de még lehet, hogy nagyobb százaléka fekete ruhát, hogy kifejezze azt, hogy ők ezt a mozgalmat támogatják. Amit ebből ki akarok hozni, az, és még egyszer meg akarom ezt erősíteni, hogy mindenki értse. A női egyenjogúsági mozgalom és a nők viselkedése az elsődleges probléma a világban. Én tudom, hogy ez durván hangzik. Én nem utálom a nőket, én nem haragszom rájuk, nem gyűlölöm őket. Én csak azt akarom elmondani, hogy mindenki, aki döntést szeretne hozni, az a jó döntést tudja meghozni. Ez az elsődleges probléma. Ez áll a legtetején a társadalom problémáinak. Az, hogy a nő a szerepén kívül funkcionál. Vitán felül, szerintem. Kétség nem fér hozzá. Semmi más nem fogható ehhez. Mindaddig, amíg ez így lesz, már pedig ez így lesz az utolsó pillanatig, sőt, én meg fogom mutatni azt, hogy nagyjából, hogy hogyan voltak felöltözve. Én mondtam már 2 éve szerintem, hogy el fog jönni az idő, amikor a nők mesztelenül lesznek, és nem vagyunk távol attól. Aki nem érti ezeknek a dolgoknak a jelentőségét, az csak türelmesen tanuljon és haladjon tovább. A lényeg az, hogy egy nő férfinek öltözve elmondja, hogy őket nem lehet elhallgattatni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatom alapján a legtöbb nő itt tart most. Őket nem lehet elhallgattatni. És a másik, amit mondtam, ezért mondtam azt a másik konferenciát, aki azt mondja, hogy az érzelmeket figyelembe kell venni. Hogy lehetne az érzelmeket figyelembe venni a döntéshozatalnál? Hogy mondhat valaki ekkora ostobaságot? Gondolj már bele mindenki abba, amit ez jelent majd egyébként, hogyha tud. Gondolj bele mindenki abba, hogy milyen katasztrofális következményekkel járna, hogyha az ember az érzelmeit figyelembe venni a döntéshozásnál. Hogy is lehet ilyet mondani? Hogy az ember vegye figyelembe az érzelmeit a döntéshozás. Az érzelem lényege az, hogy ez egy alternatív valóságot kínál, hogy az egy virtuális valóságot épít fel. Az érzelem nem a valóság, az érzelem az a valóságnak egy szubjektív képe az emberben. Az, amit kivált a valóság az ember. Hogy hozhatnék egy döntést meg az alapján, ami nem a valóság? Ez a férfinak öltözött nő erről beszél. A másik az, hogy aki ezt mindenki nagyszerű, hogyha a szem előtt tartja, a pusztulás előtt büszkeség jár. És aki azt mondja, mi más jön át ebből a karakterből, mint ez? We say time's up for pay inequality. És még mindig ott tartanak, hogy a hazugságokat ismételgetik az embereknek. Férfi, nő egyaránt részt vesz ebben. Ezeknek az embereknek mindegy. Ők a világ tetején vannak. Ők így is úgy ott lesznek, már amíg világ a világ. Ők azok, akik manipulálják ezt az egészet. Persze, hogy egyetértenek vele. Ez egy teljesen aberrált hozzáállás az élethez, amit ők folytatnak. Nem csak ezek az emberek, akiket most látunk, hanem mindezek, akik irányítják ezt a világot. Time's up for discrimination. Time's up for harassment of any kind. And time's up for the abuse of power. Because you... Én egyetértek azzal, hogy nyilvánvalóan, hogy mindenféle visszaélés a hatalommal, vagy az a bánásmód, amiben nagyon sok nő részt vesz, olyan úgy, mint az erőszak, amin át kell esni, akár gyerek, akár felnőtt. Én nem azt mondom, hogy ez természetes, gondolom, az elfogadhatatlan az a része. Itt nem is arról van szó, őket nem érdekli ez. Ez a probléma, amit én szeretnék mondani. Mindaddig az nem fog megszűnni, amíg nem fognak a felek rátalálni a saját szerepükre, és abban funkcionálni. A világ nem fogja megoldani a problémákat. A világ generálja a problémákat.
Soha nem fog válasz érkezni a problémára a világtól. A világ feladata az, hogy generálja a problémát. A világ és az igazi út, amit mindenkinek járnia kellene, az ellentétes irányba halad. És ezek az emberek, ez a gondolkodásmód, ez lerombolja az egész világot. Úgy, de ezt mindenki meg fogja látni egyébként, hamarosan szerintem. Sőt, akinek gyereke van, az egy óriási problémával néz szembe. Egy akkora problémával, amit az ember maga nem tud megoldani majd. Ugyanis az a viselkedés, ami áramlik ezekből a médiumokból, amit most is láthatunk, ugyanez van az oktatásban, ugyanez megy a politikában. Valaki azt gondolja, hogy Theresa May, vagy Hillary Clinton, vagy Christine Lagarde, ezek véletlenül kerültek oda, ahova kerültek? A skót miniszterelnök, az is nő, a brazil, szintén nő, a német. Hogy nem lehet látni az összefüggéseket? A lázadás az első számú probléma. Mindig is az volt, mindig is az lesz. Az emberben benne van a lázadás. Amit csinálnak ezek a nők, az egy egyértelmű, nyílt lázadás a teremtő rendje ellen. Soha nem fogják elérni a céljukat. Nem lehet ilyen módon elérni a célt. Egyetlen úton lehet elérni a célt, az pedig alázat. És ez pontosan az ellenkező. Aki ezt tapasztalja magán, hogy bármilyen szinten is egyetért ezzel, az rossz úton jár. Engem abszolút nem érdekel, hogy ki hogy érez ez ügyben, hogy ez mennyire fájdalmas. A lényeg az, hogy legyen egy-két ember, aki megérti, amiről beszélek, és megváltozik, és utána rájön arra, hogy így van, így kellett volna élni, és ez a helyes út, és az alázat és az engedelmesség sokkal tovább visz, mint a lázadás. A lázadásból nem lehet pozitív eredményt kihozni hosszú távon. Úgy értem, hogy még a világban sem. És amit ők csinálnak, amit a legtöbb nő csinál, az egy egyértelmű, nyílt lázadás azzal szemben, ami a teremtő rendje nem működhet. És ez mindig büntetés van maga után. A büntetés pedig ilyen vagy olyan formában, de mindenkit utolér. Amikor egy egész társadalom, sőt, amikor egy egész világ lázadásban él, és a lázadás eléri a szintet, akkor az egész világot el fogja érni a büntetés, és mi ehhez közelítünk, és a tempó egyre inkább gyorsul, azért, mert a tudatlanság az úgy terjed a világon, mint a futótűz, és ezek az emberek, akik ezeket a nézeteket terjesztik, hozzájárulnak ehhez akarva, akaratlan. You see, it's not just going on in Hollywood. It's not just going on in Washington. It's right here in our industry as well. Természetes az, amiről beszél, hogy a szexuális zaklatás, meg ez a nő kihasználása, stb. De a másik oldalon én elfogadom, hogy kihasználják a nőket. Akkor mi van ezzel? Akkor ez hogy van? Ez miben különbözik attól, ami ott zajlik? Ez miben különbözik attól, hogy egy szerepére ezt vagy azt ők ott megcsinálnak. Hogy lehet így gondolkodni? Az egyik oldalon azt mondja, hogy ő küzd az ellen, hogy kihasználják a nőket, a másik oldalon ezt, ami itt van, amik így zajlnak ezek a képek, másik oldalon ezeket a dolgokat nagyszerűnek állítja be, hiszen a női szabadságot, a női egyenjogúságot hirdeti, és mutatja be. És a világ ezeket a dolgokat nem veszi észre, ezeket nem látja, ezeket nem érzékeli, mert teljesen az elméje mindenkinek el van homályosítva. Nem is tudom, hogy mi ez, de ez a szellemiség, ami rátelepedett a világra. Nem is tudatlanság igazából, hanem maga az a lázadás, az, hogy nem is tudom. Érthető? Amit ő hirdet, az ide vezet. Nem vezethet máshová. Vagy ezt az utat járja valaki, vagy azt az utat járja valaki. Just as we have the power to shape culture, we also have the power to undo the culture that does not serve us well. To undo the culture, the power to shape culture. Amiről beszél az, és én ezt mondom mindenkinek, annyiszor elmondtam már a videóban, elmondják, mert tudják, hogy mindegy, az emberek nem értik. Arról beszél, hogy ugyanúgy, ahogyan hatalmunkban áll, hogy megváltoztassuk a kultúrát. Ezt mondta szó szerint, ahogyan hatalmunkban áll, hogy megváltoztassuk a kultúrát. Meg tudjuk változtatni azt a kultúrát is, ami ebben az iparágban kialakult. Ők alakítják a társadalom kultúráját. A film, a zene, a tudomány, a politika,
mind azért lett kitalálva, hogy a társadalmat terelje egy irányba. Úgy, ahogy a teremtő, a jó pásztor, aki vezet minket, úgy, mint egy pásztor, úgy a világot is vezeti a pásztora. És ez az az irány, ahova vezeti a világot. És az szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy egyelőre úgy, hogy nagyon is sikere. So let's work together, women and men, as a united music industry, committed to creating more safe work environments, equal pay, and access for all women. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!